Embert próbáló akadályok és a terepfutás szerelmeseit is megizzasztó pályák, ezek jellemzik a Spartan versenyeket. A mindössze alig több mint egy évtizede megalkotott mozgásforma a hagyományos futást ötvözi a legkeményebb állóképességi sportokkal. Lieszkowski Tamás ennek a szerelmese legutóbb Komlón mérettette meg magát. Korábban én már jártam Spartan részversenyen. Igazából az egy ilyen érdekességkép jött az életemben, mert én ugye sima futóversenyekre jártam, és kíváncsi voltam, hogy milyen az, ahol akadályok is vannak. Megmérettettem magamat. Az első élménytől pedig egyenes út vezetett az újabb és újabb versenyekig. A Spartanon 5 és 50 km között változnak a futótávok, de vannak ennél sokkal hosszabb, akár 60 órás számok is, ahol nem ritka a 100 km megtétele. Emellett legalább 20, de nem ritkán 60 akadályt is le kell küzdeniük az indulóknak. Tamás most egy egész hétvégén át versenyzett, több napon keresztül, mindezt úgy, hogy gyakorlatilag végig teremben készült Bonyhádon. Az akadályok leküzdése az egy nagyobb erőfeszítéssel jár, főleg, hogyha az ember elvéti az akadályt, és ugye meg kell csinálni a 30 büntető burpee-t, ugye a négy ütemű fekvőtámaszt, akkor már egy kicsit nehezebb elindulni, tovább futni. De alapvetően itt talán nem is a futás a leglényegesebb, azoknál a futás is lényeges, akik mondjuk időeredményt, tehát időre mennek, időeredményt szeretnének javítani. A Spartan tehát sokaknak nem is igazán a versenyzésről szól. A résztvevők között rengetegen vannak, akik nem egymást, hanem saját magukat akarják legyőzni, maximálisan kihasználva a teljesítőképességüket. Mindenképpen talán egy nagyobb önbizalmat, egy magabiztosságot, lehet akaraterőt tanulni, főleg így mondjuk nagyon-nagyon jó volt, hogy az edzőkkel voltam, mert igazából nem is volt választási lehetőség, hogy ezt mondjuk ne csináljam meg. Tehát, hogyha ők mennek előre, akkor nekem is mennem kell, ez egyértelmű. Nekem mit ad? Hát igazából több energiát ad, meg tényleg egy ilyen büszke érzés. Tamás eredménye nem jöhetett volna létre, ha nincs mögötte egy igazán felkészült és elszánt tréner. Kis Csaba maga is versenyző, sőt már 2014-ben az első hazai futamon is ott volt. Amit adni tud, hát ez egyszer az, hogy aki még nem volt ilyen, annak azt tudnám mondani, hogy ezt azért kell kipróbálni, mert legyőzi saját magát az ember. Most akit vittünk még a Tamás, ő is igazából ockodott az egésztől, de ő is legyőzte saját magát. Itt mindenki legyőzi saját magát. Jövőre készülünk a következő ilyen versenyszezonra, mert most szerintem egy kicsit úgy rá is kaptantunk erre a dologra. A lehetőség tehát bárkinek adott, hogy teljesítse ezeket az embert próbáló távokat, és legyőzze saját magát, vagy akár másokat is.